Ahogyan a polgármester elmondta, folyamatosan újítja fel az önkormányzat a kezelésében levő óvodai egységeket. Így többek között a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti szím óvodája is az elmúlt időszakban egy kormányzati forrás segítségével került korszerűsítésre. Idén egy hazai forrás igénybevételével, egy kormányzati támogatással a szím óvoda konyhája az, amely megújult, hiszen az előző pályázatokban erre nem volt lehetőségünk. Tehát amit itt látunk, az egy 10 millió forintos beruházás, amelynek keretében korszerűsítésre került ez az épület rész. Nyilászárók kerültek el helyezésre, korszerű lett a berendezés, lecserélésre kerültek, amelyeket itt látunk, ugye a mikrótól, a mosogatóig, a hűtőig, sok-sok minden. És hát azt gondolom, hogy most már nem csak maga az óvoda épülete, hanem az óvoda épületében lévő melegítő konyha rész is a 20. század, 21. század követelményeinek megfelelő. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti szím óvodájában vagyunk, ahol az elmúlt időszakban számos fejlesztés történt. Miért fontos ez a város és a térség számára? Először is a családok és a gyermekek számára fontos egy óvoda felújítás. Akinek a családjában van kisgyermek, óvodás gyermek, az tudja azt, hogy egy szülő nagyon nehezen engedi el a kisgyermekét bárhova. Nagyon nehezen bízza bárki másra. És hogyha egy óvoda, akár egy bölcsőre vagy egy iskola jó állapotban van, akkor szívesebben viszik a szülők, szívesebben járnak a gyerekek. És hogyha azt akarjuk, hogy a jövő generációja jó körülmények között nőjön fel, akkor fordítani kell az országnak, az államnak, és természetesen a karcagi önkormányzatra is, hogy az óvodák, bölcsődék és iskolák jó állapotban legyenek. És hogyha jó állapotban vannak, akkor már minden megvan, hiszen az itt dolgozó óvónők, dajkák, személyzet a legkitűnőbb munkát végzik. Én azt gondolom, hogy minden összetevő megvan ahhoz, hogy a gyermekek jó körülmények között, jó helyen, jó gondoskodásban nőjenek fel.